Na, sziasztok! Üdvözöllek titeket itt ma ebben az új videóban, ebben nagyon-nagyon különleges videóban, mert itt vagyunk Honolulu-n, illetve Waikiki-n, ha fontos akarok lenni. Most itt egy pár a hotelban, amit eddig láttatok, az csak az volt, hogy jöttünk. Igazából nagyon-nagyon korán keltünk, és mikor is keltem? Ilyen 5 körül keltem, 7 körül már össze voltunk teljesen pakolva, és 7:30 körül kimentünk a reptérre Los Angelesbe, felszálltunk, és megérkeztünk most itt Hawaii-ra. Hawaii 3 órával még arrébb van, szóval most Magyarország, és mi köztünk most 12 óra van, szóval mi reggel 6, az itt este 6, úgyhogy könnyű megjegyezni legalább, és most pedig, amikor megérkeztünk, akkor beültünk az Uberbe, és ide jöttünk, és említettem nektek még az előző vlogban, hogy ez az egész úgy működik, hogy fel kellett töltenünk az oltási kártyánkat, meg mindent, és ezt aprúgolták, és kaptunk egy ilyen karszalagot ott a reptéren, aki be van oltva, az ilyen karszalagot kap, és azzal lehetett jönni, és így nem kérdeztek semmit, nem kellett negatív, nem kellett semmi, ami ugye egy picit fura, mert sok embert ismerek, aki megkapta az oltást, és ennek ellenére elkapta a vírus, szóval de mindegy. A lényeg, itt vagyunk, megérkeztünk, és most be is csakkozunk, most itt vagyok amúgy a hotelunk a teraszán, és mindjárt le fogok zuhanyozni, csak gondolom, hogy megfogom a kamerát, és gyorsan megmutatom a hotelt, mielőtt teljesen össze fogom kukizni, mert most ki fogok pakolni, meg hívani fogok, meg minden, úgyhogy megmutatom nektek az egész hotelszobát gyorsan. Szóval itt jövünk be, és ahogy belépünk, itt vannak ezek a kis manuszok, és akkor ahogy belépsz, így van egy ilyen folyosó, és akkor itt vannak a szekrények, amikben például ebben van mosógép meg szárító is, ami tök ritka. Nem tudom, hogy használnánk egy hét alatt. Itt van egy ilyen szekrény a robokkal. És akkor itt oda van egy ilyen kis mini konyha, amúgy azt sem fogjuk használni, de például van Nespresso, ami tudjátok, hogy imádok, itt vannak hozzá a kapszulák, meg minden, ami kellhet, víz, és ugye itt jöttünk be, itt van egy ilyen teljes mirror, egy ilyen tükör, ami tök jó, amúgy ebbe utaztam, ebbe a zarás nacibe, ezt is láthattátok pár vloggal ezelőtt, ebbe a cipőbe, egy ilyen fehér pólóba, és amikor megérkeztünk, akkor ezt ránk rakták, vagyis én rám, ezt a virág nyaklánc dolgot itt a hotelba, és ez igazi virágból van, amúgy ez nem mű, hanem igazi, úgyhogy jó nehéz, ezt le is rakom. És akkor itt van a fürdő rész, itt van a kézmosó, itt van a zuhanyzó, ott van egy ilyen kád-szerű dolog, azt hiszem. Igen, egy ilyen júni kád. És itt van a zuhanyzó, és itt van bent a mosdó, azt hiszem, igen, itt van ez is. És akkor innen pedig bejövünk ugye a háló részre, itt van az ágy, és ugye innen rá lehet látni a fürdőszoba részre. Itt van egy ilyen kis lounge area, nem tudom mi ez, egy ilyen nappaliszerű. És akkor így megyünk ki, itt van a tévé. És akkor itt megyünk ki a teraszra, és a terasz az pedig ránéz az óceánra, ott van az óceán, amúgy nagyjából megnéztem a Google Maps-en, és egy 5 perces séta, szóval nincsen egyáltalán messze, mert nem erre a részre megyünk, de úgyse, hanem ott arra a részre, és azt csak itt jövünk, és ott is van már, mert így kanyarodik a part, és akkor itt alul van 2 medence, ez ilyen családos medence, és akkor, hogyha ott elsétálunk, akkor ott a másik oldalon pedig valami csak felnőtteknek van, ami személy szerint én nagyon örülök. Úgyhogy ez a jelenlegi szituáció. Úgyhogy említettem, most gyorsan le fogok zuhanyozni, át fogok öltözni, és elmegyünk enni valahova, mert nagyon-nagyon éhes vagyok, nem ettem semmit, és most már Los Angeles-i idő szerint délután 4 óra van, itt délután 1 körül, úgyhogy gyorsan lezuhanyozok, átöltözök, és megyünk enni. Na, közben lezuhanyoztam, felfrissítettem az arcomat is, felöltöztem, egy ilyen hosszú, fehér szoknyában vagyok, egy ilyen egyberészesbe, és ez egy ilyen nagyon-nagyon lengesz, szóval tényleg nagyon-nagyon ilyen lágy esése van, úgyhogy rádobtam egy ilyen fekete övet, hozzá ugyanolyan színű papucs, és hátizsákkal fogok menni, ami egy ilyen bőrszínű, mert nem akartam meg feketét is, és valamit össze, hogy elfelejtettem hozni fekete táskát magammal, úgyhogy most gyorsan elmegyünk enni. Értünk a vasaráról, és képzeljétek el, hogy itt Hawaii-n itt olyan az időjárás, hogy esik pár percet, aztán utána megint süt a nap, és pont elkapott minket így az eső. Nem nagyon, amúgy csak így szemerkélt, szóval így nem is lettem vizes, csak kicsit a hajam.
És megálltunk a boltba, mert van egy kókuszvíz. Én nagyon-nagyon szeretem a kókuszvizet, a kókuszmurit, kókusztejet, minden, ami kókuszos, én szeretem nagyon. És van egyfajta kókuszvíz itt Hawaiin, amit nem lehet kapni Los Angelesbe. Én már próbáltam rendelni Amazonról, megnéztem az összes boltba, és sehol se találtam. Úgyhogy megálltunk a boltba, és vettem pár dolgot, ilyen hawaii dolgokat vettünk. Ebből a kókuszvízből ez a kedvencem, ezt annyira nagyon-nagyon szeretem. Nem is tudom, hogy mi van benne pontosan, szerintem csak kókusz, víz. Bébi kókusztáj, az akkor ilyen rózsaszín? Nem emlékszem. Na mindegy, úgyhogy bébi kókusztáj. De nagyon-nagyon-nagyon finom, úgyhogy ezt ebből fogok is inni. Vettünk belőle 4-et, azt be tudjuk rakni a hűtőbe, úgyhogy holnap reggel is tudok belőle inni. Ezen kívül vettünk egy ilyen brown sugar bubble tea ball, amit nem tudom, hogy micsoda, de nagyon szeretem a boba teát, és ez valami édesség, nem tudom, hogy azt tudom, hogy mi van benne, mert minden japánul van ráírva, úgyhogy fogalmam sincs. De ez egy izgalmas dolog lehet, a barátom nagyon szereti a Kinder Bueno, úgyhogy vettünk abból kettőt, és én nem eszek ilyen beef jerky, meg turkey jerky, meg ilyen dolgokat, de itt most volt tuna jerky, ami tonhalat jerky, és én nem fogok ebből enni, megmondom őszintén, mert nekem ez, én nem szeretem az én jerkiket, ez nem az én világom. Pedig amúgy nincsen benne semmi rossz dolog. Tehát van benne ahituna, barna cukor, szójaszósz, hagyma powder, garlic powder, ginger powder, black pepper, red chili és sesame seed oil. Szóval nem is rossz olajjal van sem, hogy ez nem is egy rossz dolog. Na jó, lehet, hogy meg... Hát, mivel a barátom annyira erősködik, ezért együtt fogjuk megkóstolni, hogy milyen. Taste test. No, I'm good. Ez annyira finom, hogy abban rengeteget tudnék inni, úgyhogy ezt most meg fogom inni, és lehet, hogy meg fogom inni a másikokat is, úgyhogy ma már csak pihenni fogunk, nem fogunk csinálni semmit, csak szerintem lehet, hogy a medencéhez, de lehet, hogy az se, csak pihenünk, alszunk, és holnap pedig rengeteg programban, és viszek titeket magammal mindenhova. Sziasztok! Jó reggelt! Most itt van a második napunk Hawaiin, igazából az első teljes napunk, szóval tegnap ugye most egy kicsit ledőlünk, akkor amúgy nem is volt még késő, de utána 6 óra volt, aztán elaludtunk, és akkor felkeltem én éjfél körül, lemostam az arcomat, lezuhanyoztam, megmostam a fogamat, bla bla bla, átöltöztem, és elaludtunk, szóval rengeteget aludtunk, és ennek tök örülök, mert nagyon-nagyon fáradtak voltunk, és így legalább teljesen frissen tudjuk kezdeni ezt az egész nyaralást így. Reggel fölkeltem, elég korán amúgy ilyen 5:30 körül már felébredtem, de nem keltem ki az ágyból 6-ig, aztán elkészültem, beszéltem egy-két barátnőmmel, meg család, meg ilyenek, mert ugye Magyarországon most 12 órával arrébb van, szóval tudok velük, most így beszéltek, jó? És iszom éppen a kávémat, mivel ma kimaradt az ellerlél. Ez az első, hogy kimaradt az ellerlevem, most már 2 hónapja. De semmi gond, mert el fogok menni, és fogok menni, tehát ugyanúgy meg fogom inni, csak nem üres gyomorra, ami oké, okay, most egyszer így alakul. De az a tervem, hogy elmegyek a Whole Foods-ba, itt van egy Whole Foods, és veszek előre 3 üveg frissen fracsart zellerlevet, berakom a hűtőbe, szerencsére van a hűtő, úgyhogy tök jó, berakom, és akkor 3 napig van, és akkor 3 napra pedig újra frissen megint 3-at. Nem akarok 6-ot, mert nem akarom, hogy tönkre menjen, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt fogom csinálni, és akkor lesz zellerlevem, ahogy felébredek, meg tudom inni, még mielőtt kávét innék. Mai nap fölvesztük az autót, illetve idehozzák a hotelhez az autónkat, béreltünk egy autót már előre, van egy ilyen website, aminek az a neve, hogy Turo, olyan, mint az Airbnb, csak autókra, úgyhogy már előre lefoglaltuk, úgyhogy most idehozza a tulajdonos hozzánk a hotelbe ezt az autót, és akkor azzal tudunk menni, majd megmutatom azt is, hogy milyen autót béreltünk, meg hogy hogy van, meg minden, és akkor el fogunk menni éjszakra, a szigetnek az északi oldalára, mi most délen vagyunk, itt a Waikikin, és éjszakra fogunk menni a North Shore-ra, azért mutatom arra, mert arra van dél, erre van észak, és ott fogunk ilyen snorkeling dolgokat csinálni, ilyen kis buvárkodás dolgokat, meg csak pihenni a beachen, enni, kirándulni, lehet, hogy odafele megállunk ennél a templomnál, vagy lehet, hogy van egy ilyen cultural center something, ahol meg fogunk állni. Úgyhogy van egy csomó program, nagyon-nagyon várom, nagyon izgatott vagyok miatta, hihetetlenül boldog vagyok, hogy itt lehetek, annyira nyugodt vagyok, és ezért szeretem Hawaiit, mert
hogyha ide jövünk, akkor így lenyugszom. Teljesen nyugodt vagyok. Érem, hogy én nagyon stresszes ember vagyok, meg állandóan aggódok, állandóan valami van, ami miatt stresszelek, viszont itt tök nyugodt vagyok. Úgyhogy ezért szeretek nagyon idejönni, mert hát nyilván gyönyörű. Itt vagyok amúgy kint a teraszon, úgyhogy itt az óceán a háttérben. Úgyhogy most gyorsan föl fogok költözni, fogok magamra feldobni egy bikinit és arra valami ruhát, és lemegyünk ide a hotel aljába, itt van rengeteg étterem, és fogunk egyet reggelizni. Ebbe a buddhista templom dologba, ami nagyon szép volt, csak sétáltunk egyet, és utána pedig eljöttünk ide, a North Shore-on van egy ilyen kajálós hely, ahol egy csomó fajta food truck van, és azért választottam ezt, mert ez ilyen nagyon loko kaják vannak itt, nagyon, nagyon olyan ételek, amiket itt tudsz enni Hawaii-n, ami ilyen tipikus Hawaii dolog, és többek között van ez a Giovanni's Shrimp truck, ami nem árulnak más, csak minek arra milyen shrimp, ilyen rákot. És annyira nagyon finom, és ez a tipikus, van nekik ez a fokhagymás, rák, rizssel, ilyen citromos dologgal, nagyon-nagyon finom, és ez egy ilyen nagyon tipikus helyi dolog, úgyhogy azért akartunk mindenképpen eljönni, és hát hihetetlenül messzi volt az egész. Tehát, hogy annyira ragadt a kezem utána, mert ahogy enni kell, az nem egy szép
látvány, mert mindent kézzel kell, meg kinyitni, meg minden, úgyhogy utána gyorsan megmostuk a kezünket, és végre tiszta, és utána pedig megálltunk egy másik food trucknál venni dragon fruitot. Így néz ki, összevágták nekünk, ez 2 dragon fruit, ilyen sárkánygyümölcs, és ezt fogjuk most levinni a partra, és ott fogjuk megenni, és most csak pihenni fogunk, és fürdeni, és enni gyümölcsöt. Úgyhogy ez a terv. Ha valami történik, akkor jövök vissza. Már este, mennyi az idő? 6:42, 3:47 van este, és most itt vagyunk a hotelban, visszaértünk. Amit utoljára láttatok, az a beachen volt, ott a Turtle Beachen, ahol elméletileg vannak ilyen óriás teknősök, de mi sajnos nem láttuk őket, mert túl sok ember volt, és ilyenkor nem jönnek elő. Szóval arra gondoltunk, hogy valamikor visszamegyünk korán reggel, hogy azért lássuk őket, és tudjunk úszni az óriás teknősökkel. Most pedig itt vagyunk, visszajöttünk, lezuhanyoztam, és most pedig, milyen sárga, most látom a fény. Ne haragjatok a lámpa miatt ilyen. Szóval lezuhanyoztam, most éppen ebben a fürdőkben, próbban vagyok, és most gyorsan el fogok készülni vacsorához, mert itt pont szembe a mi hotelunkkal van egy étterem, ahova azt hiszem van foglalásunk, nem tudom, hogy barátom csinálta a foglalás, vagy csak besétálunk, de oda szeretnénk elmenni, ez tényleg itt van szembe, úgyhogy nem kell sokat sétálni, és utána le tudunk menni még esetleg sétálni a partra, megnézni a naplementét, micsoda romantikus pillanat. Szóval most fel fogok költözni, nem tudom, mit vegyek fel, fogalmam sincs, van egy pár opcióm, megnézem, hogy milyen az idő. 79 az... 26 fok, úgyhogy elég meleg van. Ezen kívül elfelejtettem nektek megmutatni az autót, amit béreltünk, de holnap reggel mindenképpen megmutatom. Egy Tesla Model S-t béreltünk, és az oka igazából az, hogy egyik autónk, az novemberben fog lejárni a 3 év, hogy megvan nekünk, és akkor vagy be tudjuk cserélni egy másikra, vagy visszaadjuk, és elmegyünk egy másik automárkához, és egy másikat hozunk el. És gondolkoztunk a Teslán, úgyhogy gondoltuk, hogy miért ne próbáljuk ki, kipróbáljuk itt, és hogy ha tetszik, és jó, akkor legalább tudjuk, hogy ez egy jó opció, amikor oda jutunk majd novemberbe vagy decemberbe. Úgyhogy ezért béreltünk egy Tesla Model S-t, és nagyon érdekes, én még sosem vezettem előtte, vagy nem, egyszer vezettem Teslát, de az a Model X volt, ez az S, ez a nagy szedán. És nagyon érdekes volt, mert ugye van ennek ilyen self-drive módja, ahogy magát vezeti, meg hogy váltja a sávokat, meg minden is bekapcsoltuk már, és elég félelmetes volt, hogy nem te vezeted az autót, szóval nem tudom, hogy azt én csinálnám, de nagyon érdekes volt, úgyhogy majd valahogy megmutatom nektek, hogy néz ki az autó, meg hogy miket tud, de kicsit felvettem ma is belőle, amikor vezettünk. Úgyhogy holnapra egy csomó terv van, de majd áttérek holnap, úgyhogy most gyorsan felöltözök, megnézem, hogy milyen ruhákat hoztam, és elmegyünk vacsorázni. Na, sikerült felöltöznem végül is ezt az egybe nadrágos ilyen overall, most már tudom, hogy ez a neve, hogy overall, ezt vettem föl, ez egy ilyen rose gold színű, és a hátulja, nem tudom, hogy vegyem föl, oké, így a legegyszerűbb, szóval a hátulja az így teljesen nyitott, és így keresztbe megy át,
elől pedig ugye itt össze van kötve, hátul meg van kötve, és szerintem egy szandit fogok hozzá felvenni, és egy ilyen oldaltáskát, és a hajamat meg csak kifésültem. Nem mentem ma be a vízbe, úgyhogy a hajam is benne legyen, meg föl volt kötve ide a fejem tetejére, úgyhogy még nem kell megmosnom, de holnap fogunk menni búvárkodni, meg ilyenek, és ott viszont vizes lesz, úgyhogy holnap mindenképpen hajat fogok.